Őszinte szeretettel köszöntjük az ünneplő gyülekezetet, kedves vendégeinket, testvéreinket. Úr Jézus Krisztus nevében keresünk téged az ünnepélyes alkalommal, és szeretnénk kifejezni hálánkat jóságodért, kegyelmedért. Köszönjük, hogy mennyei terved szerint az igazi boldogságot és örömet tervezted akkor, amikor azt mondtad, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. Köszönjük, hogy erre az útra szeretnének lépni ifjú testvéreink, és szeretnénk közösen velük együtt hálát adni neked az eddigi vezetésért, oltalomért. Köszönjük, hogy az igazi szeretetet megváltunk odaáldozásával is megmutattad, és köszönjük, hogy ez a szeretet átterjedhet, betölthet a mi szíveinket is. Amikor idejöttek ifjú testvéreink eléd, hogy megerősítsék egymással előtted és veled a Szent Szövetséget, az igazi boldogságnak, a szeretetnek a jegyében, arra kérünk téged, hogy fogadd el őket, hallgass meg imádságaikat, áld meg ezt a frigyet, és tedd ezt maradandóvá, örök értékűvé, örök életűvé. Urunk, Istenünk, jövünk hozzád közösen, mint ahogy ők is azért jöttek eléd, hogy ígédből, a mennyi szóból tanácsot, eligazítást kérjenek. Ó, kérjük, áld meg ígédet, áld meg az ő szívükben, áld meg a mi szíveinkben is, hogy felüdülést, tanácsot, erőt nyerhessünk, hogy a bűntől egyre inkább távol, veled igazán összhangban élve, szent lelked vezetés alatt egy boldog életet élhessenek. És segíts nekünk, akik régóta járjuk ezt az útat, hogy mi is tanácsot vehessünk tőled újra, erősítésül, bátorításul. Kérjük, hallgass meg imádságunkat, pecsételd meg szentelked jelenlétével ezt az ünnepélyes együttlétet, és segíts nekünk, hogy nagy boldogságban és örömmel mehessünk majd el erről a helyről. Hadd kérjünk téged arra, hogy áld meg a szolgálatokat, minden szívet, aki jelen van ezen a helyen, hogy tőled erőt nyeressünk, bölcsességet és tanácsot nyerve, boldogok lehessünk már most te benned. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, és megáldod igéd szóvóját is. Jézusunkért kérünk, hallgassál meg. Amen.
Őrizzétek a mosolyt. Tapasztaljátok, hogy ma nálatok nagyobb erő feszíti szívetek, s jövőtökből nagy célok intenek, hogy majd szabadon arra szálljatok. E nálatok nagyobb erő ajándék, megőrizni a mosolyt egymás arcán, hogy túljutva az élet minden harcán, ne maradjon csak menyegzői szándék. Sok helyzet lesz, mely kiszámíthatatlan, problémák jönnek száz, meg száz alapban, de van megoldás, mindig szeretetben, mely minden bűntől nyomban visszavettünk. Tanuljátok meg, így érdemes élni, s a mosolyt egymás arcán megőrizni. És lesznek egy testé. Nagyon jól tudjátok, Bibliát ismerő emberek vagytok, hogy a házasság az élő, áldott,
olyan házasság, amelyre nem érvényes, amit bizonyára sokan mondtak már nektek, és majd mondanak később, hogy ne is ábrándozzatok, csak múló ábránd az a gondolat, hogy majd ti lesztek boldog emberek. Nézzétek meg, minden házasság előbb-utóbb nyomorúságba jut, elszürkül, hamvát elveszíti, a tietek is ilyenre van ítélve. Ne fogadjátok el, hanem fogadjátok el a Szentírásnak azt a tanácsát, amit a Szentírás itt feltár, és lehet boldog, egyre boldogabb a mi életedet. Azt olvastuk itt az igében, Isten kimondja, nem jó az embernek egyedül lenni. Isten tulajdonképpen megfogalmazta azt, amit az ember érzett. Az egész teremtési híradást átgondoljuk, akkor azt látjuk, hogy a Szentírás világosan feltárja, hogy az Isten elvonultatta, létező a már megteremtett állatokat a férfi előtt, és mindegyiknek párja volt, társa volt, és a végén az Isten fogalmazta meg az ember érzületét, és az Isten mondta ki, nem jó az embernek egyedül lenni, én szerzek neki segítőtársat, hozzáillőt. És ezzel az Isten arra utalt, nem csak csodálatos testet alkottam neked, ember, nem csak egy csodálatos környezetbe helyezlek el téged az Éden kertjébe, nem csak teremtői eszméket ajándékozok neked, hiszen magamhoz hasonlóvá tettelek, hasonlóvá alkottalak, hanem lelkileg is megértelek, lelki segítséget is akarok neked adni. Ne állj egyedül ebben a világban, legyen valaki, aki kiegészít, aki boldoggá tesz, aki áldottá teszi a te életedet. És erre mondta az Isten, nem jó az embernek egyedül lenni, én szerzek néki segítőtársat. Szerzek segítőtársat. Így a mindennapi életben a segítőtársam nagyon racionálisan valami ilyesmit értünk, egy másik fél, aki majd együtt dolgozik velünk, aki az e világi javak megszerzésében segít, aki előteremti, vagy segít előteremteni a közös szükségleteket, aztán segít más problémáknak a megoldásában, amelyek a biológiai adottságainkkal függnek össze. Szóval az emberek általában így gondolkoznak a segítőtársi viszonyról, és nagyon sokszor már egy magasabb szintként mondják el, hogy majd légy hűséges a férjedhez vagy a feleségedhez, amikor ő beteg, vagy valamilyen problémával küzdő lesz, ne hagyd őt magára. Kedves fiatalok, itt szeretném a legfontosabbat elmondani. Isten ezt mondta, szerzek néki segítőtársat. Az embernek nem csupán fizikai, nem csupán biológiai szükségletei vannak, hanem a legnagyobb dolog és a legfőbb szükséglet az embernek, hogy valaki álljon mellette, aki lelkileg megérti, akivel bizalmas, szerető, meghitt közösséget ápolhat, aki támasza lehet, aki előtt feltárhatja a kudarcait, a fogyatékosságait, a vereségeit is, aki előtt nem kell szégyenkeznie, aki nem megveti, aki nem kikeresi a gyengeségeit, és engedjétek meg ezt a nagyon csúnya szót használjam, de mivel ezt nagyon sokszor használják, bár nagyon csúnya, de nem kicikizi a másikat, amikor a másiknak a gyengeségei ott vannak, aki nem kipoentírozza a másiknak a gyengeségét, hanem aki lelkileg megelégít, aki lelkileg segít, aki odaáll támaszként, aki átsegít a küzdelmeken, aki új reménységet önt a botladozó lényünknek a vereségei közepette belénk. Ez a legnagyobb ajándék a mindenható Istentől. Egy olyan segítőtárs, aki igazságos, aki nem elfogult, aki látja ugyan a gyengeségeinket, de aki irgalmas, aki szerető, aki szeretne segíteni abban, hogy ki tudjuk küszöbölni lényünknek a gyenge vonásait, amelyekkel mindannyian megvertek vagyunk. Hadd kérdezem meg, nem ez a legfőbb jó? És itt most olyan szívesen fordulnék oda a kedves idős, gyakorló házas testvéreimhez, és hadd kérdezem meg, nem ez a legfőbb jó az életben? Nem boldogtalan az a házasság, ahol ez nincs meg? Nem úgy van-e, hogy élnek emberek együtt egy keretben, de külön életeket, boldogtalanul? Mert ez a viszony, ez a kapcsolat nincs meg. Isten azt mondta, én szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Szeretett kedves fiatal testvéreim, tekintsétek tehát élethivatásnak, és gondolkozzatok valahogy így, én ezután érte élek. Én a Tündiért, Tündiként te a Zsoltiért, gondolkozzatok így, én ezután érte élek.
én őt szeretném boldoggá tenni. Az életem nemes hivatása, hogy egy embert boldoggá tegyek. És itt hadd mondjam ezt, de egészen természetes, hogy ez sugárzik azután vissza rátok, és lesz a közös, most már együtt folytatott életetek, ahogy az ige mondja, a ketten egy testé vált életetek, lesz együtt boldog, ha ezt az útat, az Isten útját így járjátok. Segítőtársnak lenni, milyen hatalmas, áldott, szép hivatás, milyen kevesen ismerik. Mennyi kallódó család, mennyi szép zilálódó család, mennyi kallódó gyermek jelzi azt, hogy emberek egymással frigyre léptek, vagy egymással házastársi közösségre léptek, de nem ismerték meg, mit jelent ez segítőtársnak lenni a másik oldalán. Legyetek ezek egymás számára. Ezt szeretném, ha legfőképpen megjegyeznétek. Ezt szeretném, ha leginkább elvinnétek magatokkal. Segítőtárs. Soha helyet nem adni annak, mikor mások megpróbálják a szemeteket kinyitni, hogy nézd, milyen gyengéim vannak. Igen, vannak. Igen, vannak. Nincs olyan ember, akinek gyengéje ne lenne. És esetleg most még nem látjátok is egymásról. Remélem, nem vagytok annyira elfogultak, hogy úgy gondoljátok, hogy nincs a másnak meg gyengéje. Van. De nem azt kell mondani, csalódtam, nem olyan, mint megálmodtam, hanem segíteni majd, amikor ezt meglátjátok. Segíteni, hogy mássá legyen. És még egyszer hadd mondjam, ne engedjétek, ne engedjétek azt, hogy mások is úgy nyitogassák a szemeteket, nézzétek csak milyen, nézd csak milyen, mennyi gyengesége van. Nem az Isten eszközei ezek az emberek. Nem az Isten eszközei. Nem akarok ennél többet és keményebbet mondani. Világos ez. Nem az Isten eszközei. Mert az Isten azt szeretné, hogy segítőtársak legyetek. Egymás boldog, mint a segítőtársak. Azt olvastuk az igében, hogy az Isten szerez segítőtársak hozzá illőt. Isten kegyelme, de bölcs, Isten végzése is az, szeretettel és elmondulása is az, hogy a férfi és a nő egészen más alkata, fizikai, főleg lelki alkata, kiegészítse egymást, hozzáillő legyen. A másiknak a hiányosságai, a másik lényének a fél voltát kiegészítse, egészé váljék. Hozzáillő, boldogító, életét áldottat tevő legyen. Legyetek hálásak az Istennek ezért. És úgy szeretnélek kérni arra is benneteket, minden nap gondoljatok erre. Ő Istentől nékem szerzett segítőtárs. Ha valakitől kapok egy nagy ajándékot, valaki olyan valakitől, akit nagyon tisztelek, arra az ajándékra nagyon vigyázok. Ha ti hiszitek, elfogadjátok, és így tekintetek egymásra, hogy a másik Istentől kapott segítőtárs, akit az Isten ajándékozott nekem, mint hozzám illő segítőtársak, eleve segít nektek abban, hogy ezt az eleven, ezt az őszinte segítőtársi szolgálatot Isten akarata szerint tudjátok betölteni. Azt is olvastuk az igében, szerzek néki, az Isten ezt mondta, szerzek néki segítőtársat. És itt nagyon sokan úgy gondolják, hogy itt csak az intézményről van szó, hogy maga az Isten szerezte a házasságot, ahogy az előbb a bevezető szavakban említettem, hogy Isten szerezte csodálatos elgondolásként a házasságot. Na de hát, ha már az Isten mit törődik itt a földön élő, arányi kis emberek gondjaival, az Istennek a legkisebb gondja is nagyobb annál, mint sem, hogy egy-egy ember életére felügyelne. Drága testvéreim, ti jól tudjátok, Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Jézus így tanított az atyához fordulni, és ebben ott van az a mély tisztelet és ráhagyatkozás az Istenre, hogy atyám vagy te, te törődsz velem, neked gondod van rám. Ez a jézusi megszólítás az atya iránt, és az a tény, hogy Jézus így tanított bennünket imádkozni az Istenhez utal arra, hogy nekünk olyan Istenünk van, akinek nem a legkisebb gondja is nagyobb a mi problémánknál, hanem olyan Istenünk van, akiről a Szentírás más helyen azt mondja, hogy nekünk még fejünk hajszála is számon van tartva, amivel azt akarja az ige kifejezni, hogy nincs az embernek olyan parányi kicsi gondja, amivel az Isten ne törődnék, a szerető atya ne törődnék. Hát akkor az élet legnagyobb kérdésében, hogy ne állna ott segítőként mellettetek?
Isten azt mondja, én szerzek néki segítő társat. Természetes, itt meg kell jegyeznünk, hogy abban az esetben, ha engedjük, hogy ő szerezzen, ha hozzáfordulunk, ha az ő áldását kérjük, ha az ő vezetését kérjük. Ez most már a hátatok mögött van, de mi hisszük, hogy ezt tettétek, és hogy veletek beszélgettünk, abból úgy éreztük, hogy ez volt a szívetek vágya, hogy ti odafordultatok az Istenhez, és kértétek őt. És ez egy csodálatos ajándék az Isten részéről. Csodálatos gondviselés, hogy ember ezrek, ember tízezrek közül segít az Isten két embernek egymásra találni, akiket ő egymáshoz illő segítő társaként teremtett. Aztán így olvastuk az igében, hogy elhagyja az ifjú az ő apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagyon jól tudom, én is gyakorló szülő vagyok, hogy ezt a legrosszabb hallgatni egy, a szülőknek egy házasság kötési istentisztelet keretében. Elhagyja az ifjú apját és anyját. Különösen olyan esetekben, mint a ti esetetekben, hogy apu is úgy törekedett, hogy ott éljetek velük. És gondolom, hogy a máfa, a te szüleid is, drága tündikém, erre vágyottak. Nehéz ezt tudomásul venni, hogy bizonyos értelemben elhagy a gyermekem. És kedves szülők, ez néktek szól mégis. Az Isten áldjon meg titeket azért, hogy eddig annyi szeretettel fáradoztatok gyermekeitek nevelésén. Az Isten áldjon meg azért a sok szeretetért, gondoskodásért, ami, ahogy én benneteket ismerlek, egyik kötök részéről sem a megszokott szokványos szeretet megnyilatkozás volt, hanem az a szeretet, amiért gyermekeitek egy életen áthálásak lehetnek irántatok. Mégis engedjétek most el őket egy bizonyos értelemben. Engedjétek, hogy ők elhagyhassanak, anélkül, hogy a lelkükben törés legyen. Engedjétek, hogy elhagyhassanak úgy, mint akiknek nem kell maguknak valahogy úgy tőletek elszakadási hadműveleteket végezni. Engedjétek, hogy ők elszakadjanak abban a nemes értelemben, hogy ők most majd ezután együtt szeretnek benneteket. De számunkra a legfontosabb és az otthont jelentő hely az ő kis családi otthonuk, az ő kis családi fészkük lesz. Elhagyja az ifjú apját és anyját, mondja az ige. Nem abban az értelemben, hogy megtagadja, nem abban az értelemben, hogy nem törődik vele, majd együtt szeretitek, majd együtt gondoskodtok róluk, majd együtt veszitek őket idősödő korukban, egyre több szeretettel körül, majd együtt igyekszetek az életüket boldogítani, róluk gondot viselni, mert hiszen ez is az Isten parancsa, ez is az Isten rendelése, és ez is visszahat rátok, ez is boldogít, ha együtt áldására tudtok lenni szüleiteknek. Azt olvastuk az igében, hogy elhagyja az ifjú apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez. Ragaszkodik az ő feleségéhez, ez is a Biblia kifejezésében, a kifejezés világában egy magasabb rendű, mélyebb, valóságos lelki közösséget jelent, mint ahogy azt általában az emberek gondolják. Nagyon sok vallásos emberrel találkoztam már az életben, aki majdnem, hogy sorongva gondol arra, hogy jó, hát szépen van ez az élet megszerkesztve, csak egy probléma van, hogy azért van az életnek egy olyan területe, ahol szerelem, ami bizonyára az Isten akaratával ellentétes. Isten mondta így ki, elhagyja az ifjú apját és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez. A ragaszkodásom, a Szentírás, a mély, őszinte vonzalmat, a minden körülmények közötti ragaszkodást, a másikról való lemondásnak, a teljes kizártságának a tényét tárja fel az ige. És csak egy igét szeretnék elolvasni, az Énekek Éneke könyve 8. fejezetéből, egy bizonyára általatok is jól ismert igét, Énekek Éneke könyve 8. fejezetében, ahol Salamon a monogám házasságnak, tehát az egyfeleségű házasságnak, ugye az ő korában ez nem volt természetes, az egyfeleségű házasságnak a csodálatos dicshimnuszát írja le, itt ezt írja az ihletet soraiban, tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem, lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Sok vizek el nem oldhatnák a szeretetet, a folyóvizek sem boríthatnák azt el. Ha az ember minden házabeli marháját is adná szeretetért, mégis megvetnék azt. Ragaszkodik az ő feleségéhez.
ilyen értelemben. Tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, amivel mit mondja az író? Velem legyen lezárt a te érzelmi életed. Számodra rajtam kívül más férfi vagy más nő ne létezzék. Szeress minden ember, de tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, de tégy engem, mint egy pecsétet a te kalodra, hogy ezután értem fáradozol, ragaszkodsz hozzám. Igazi segítő társként ragaszkodsz hozzám, és egyé válsz velem. És kedves testvéreim, drága fiatalok, így egyé lenni boldogság. Ahol emberek így szeretik egymást, ott a szerelem nem kiábrándító, ott a szerelem olyan magától értetődő, örök együttlétet igényel, hogy két ember többi elválni nem tud, és ennek a belső lelki tartalomnak minden külső megnyilatkozása, a szerelem minden külső megnyilatkozása is boldogító, soha nem lesz visszataszító, kiábrándító, elidegenítő, hanem egyre inkább köt össze benneteket, mert egy belső, mély, lelki összetartozó, együvé tartozandóságnak, ragaszkodásnak a külső kifejezése, a természetes külső kifejezése lesz a szerelem minden megnyilatkozása. Adja az Isten, hogy ez is boldog lehessen, ez is boldogító lehessen a ti életetekben. És még egyszer szeretném aláhúzni azt, igen, ez a házasság szíve, a ragaszkodó, a vonzó szeretet, a segítőtársi bizalommal egybekötött, ragaszkodó szeretet, és ezt őrizzétek, mint áldott, mint féltett kincsen. És most talán valaki így felvethetni, hogy itt egy nagyon kedves néhány gondolat hangzott el, de talán egy kicsit a reális világtól elvonatkoztatottan. Hol lehet a mi mai korunkban, abban a korban, ahol a szabad szerelem, a szerelmi háromszög, és ki tudja mi minden a nyitott házasságok korában, hol lehet még ezeket a kőkorszakbeli jelveket megélni? Hogy lehet a bűneset utáni világban ezeket az elveket betölteni? Már az Úr Jézus Krisztus idejében is Jézushoz oda mentek, és megkérdezték, hogy hogy is van ez a vállólevél kérdése? És amikor Jézus elmondta, hogy ezt Mózes csak a ti szívetek keménysége miatt engedte meg néktek, de az Isten teremtői tervében ez nem szerepel, akkor egy kicsit olyan kiábrándultan azt mondták a tanítványok, hogy akkor talán jobb meg sem házasodni. A Szentírás egyik majdnem legkomikusabb kijelentésének is tartom ezt egyben, tragikomikus kijelentésének. Kétségtelen tény, hogy ezeket az elveket csak keresztény, újjászületett élettel lehet megvalósítani. És kedves fiatal testvéreim, kedves gyülekezet, itt szeretnék néhány szót szólni arról, na ez a kereszténység egyik hatalmas ajándéka. A kereszténység egyik hatalmas ajándéka. Nagyon sokan azt mondják, hogy a kereszténység olcsó, vígasz, egy man még nem létező, majd eljövendő Isten országába. A kereszténység első reális, kézzelfogható ajándéka az, hogy két ember, két újjászületett ember, két keresztény élet ember, két Isten szeretetében megerősödött ember, két olyan ember, aki az Istentől kéri napról napra a kegyelmet ahhoz, hogy házasságát Isten akarata szerint tudja élni. Két ilyen ember a házasságban új emberként, újjászületett, újjáteremtett emberként az Isten teremtői tervét tudja és akarja megvalósítani. Nyilván ezért jöttetek ti is ide. Nyilván ezt téritek az Istentől. Ez lesz, amikor leborulunk a mindenható Isten elé, hogy az ő áldását kérjük, a mi szívünk legfőbb kérés az Istenhez. Adja meg ezt a kegyelmet néktek is, és minden benne igazán hinni akaró embernek. Adja meg ezt a kegyelmet, hogy igen, újjászületett, keresztény élet emberekként tudjuk élni életünk minden vonatkozását, így az egyik legfontosabb kapcsolatát is, a házasság kapcsolatát. És itt még csak egyetlen tanácsot szeretnék adni néktek. Jézus főpapi imájából szeretném idézni a János Evangélium 17. fejezete 3. versét. Jézus itt így szólt atyához, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Jézus itt azt mondta, ez az örök élet, hogy az Istent ismerjük meg, az Isten lényét, az Isten végtelen, szerető, gyengéd lényét, ez az örök élet. És most hadd tegyem hozzá, ez a boldog élet itt a Földön.
megismerni az Istent, egyre inkább úgy megismerni, hogy egyé válni az Istennel. A János evangélium mondja, hogy valakik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy az Isten fiaivá legyenek. Egyre inkább olyan életet élni, amely Istenben elrejtett élet. Nem úgy, hogy van egy vallásos életem, amely olyan díszítő jelző az életemen, csak valahol a felületén, hanem egyre inkább benne elrejtett életet élni. Akkor tudjátok ezeket az elveket, ez ő segítségével megvalósítani, de hogy meg tudjátok valósítani. Befejezésül még a házasság távlatáról szeretnék néhány szót szólni, két ige felolvasásáról. Pál apostol meg a Tesszalonikabeliekhez írt első levele, harmadik fejezetében a 12. és 13. verseket olvasom, ahol az Isten ígéje így hangzik, és ezt mind könnyen is, hadd olvashassam el. Pál apostolnak egy kérése, fő vágya, itt a Tesszalonika gyülekezethez, a mi kérésünk az Istenhez irántatok, így hangzik. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és a mindenki iránt való szeretetben. Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlenek ki a szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt, amikor eljön a mi Urunk Jézus Krisztus minden ő szenteivel egyetemben. Mit kért Pál az Istentől? És mi ugyanezt kérjük veletek kapcsolatban, titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt, és a környezet iránt, a mindenki iránt való szeretetben, hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlenekké a szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt, aki majd az ő Szent Fia, az Úr Jézus Krisztus által eljön erre a földre. Vagyis itt a Szentírás arról beszél, hogy a földi életünk, a mindenki iránt való szeretetünk egyben bázisa, egyben alapja annak, hogy felkészülünk arra a diadalmas pillanatra, amikor a mi megváltónk, a mi Urunk, akit mi tudatos, szabad akarati döntéssel életünk urává választottunk, hogy amikor ő majd megjelenik az ég felhőiben, hogy előtte megálljunk, és hogy házasságotok ne csupán a sírig tartó legyen, hanem házasságotok elkísérhessen az örökké valóságba. Ezt még világosabban mondja az Isten ígéje, Péter apostol első levele, 3. fejezete, 7. versében, ahol így olvasom, egy kicsit régies, de nagyon szép régies kifejezéssel így fordította Károli. A férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon, feleségükkel az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességét tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. A férfiak, és itt nyilván Péter apostol látta azt, ami az ő korában egészen különösen egyértelműen így volt, de ma sem teljesen megszűnt a világban, hogy a férfiak úgy érzik azért, mi vagyunk mégis a teremtés koronái, mi érettünk forog a világ. És az Isten azt mondja a férfiaknak, férfiak, hasonlóképpen együtt lakjatok értelmes módon feleségetekkel, az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek, tisztességet tévén. Mint akik örökös társai vagytok az élet kegyelmének. Mint akik örökös társai vagytok annak a kegyelemnek, amely még egyszer hatangsőzöm, túlmutat a földi életen, amely az örökké valóságban mutat. Örökös társai vagytok az Isten kegyelmének, amivel az ige arra utal, majd egykor elszámoltok egymásról, majd egykor megálltok az Isten orcája előtt, és mint örökös társak számot adtok arról, hogy hogy segítettétek egymást, mennyiben voltatok segítő társak, ragaszkodó, segítő, gyengeségeket elfedező, kijavítani segítő társak, mennyiben voltatok azok. De még egyszer hadd hangsúlyozzam, itt a Szentírás a házasság örökké való távlatára utal. A házasság nem a sírig tart, nem holtomiglan, holtodiglan, hanem örökös társai vagytok egymásnak az Isten kegyelmében, hogy mi mélyen hisszük, amikor Krisztus, ami megváltunk, nem sokára az ég felhőiben megjelenik, amikor Krisztus visszatér az ég felhőiben, hatalommal és nagy dicsőségben adja az Isten, hogy az ő országában is örökös társak lehessetek. Szerető, egymást becsülő, egymást boldogító társak,
adja meg az Isten ezt a földi életetekre és az örökké valóságra is, és adja meg mindannyiunknak, nektek drága szülők, az egész rokonságnak, a testvéri közösségnek, és mindazoknak, akik szerettek, szeretnek benneteket, hogy boldognak láthassák életeteket. Amen. Thank you.
Kívánsz egy életen át hűséges, szerető, gyengét védelem. Igen. Kedves Tündike, kedves feleség, tőled is a mindenható Isten és a gyülekezet előtt kérdezem, kívánsz szerető, jóságos, gyengét, harmonikus családi életre törekvő felesége lenni férjednek, Zsoltnak? Igen. Kettőtök egybehangzó véleménye szerint alapján benneteket a mindenható Isten orcája előtt is házastársaknak minősítelek. De mivel nagyon jól tudjuk mi emberek azt, hogy a mi fogadalomtételünk nagyon gyenge, erőtlen, bizonytalan, ezért odafordulunk ahhoz a szerető, hatalmas, segítő Istenhez, aki segíteni tud, hogy a ti most elhangzott fogadalmatokat egy életen át hűséggel megtartsátok. Kérem a gyülekezetet az imádság. Mindenható örök Istenünk, szerető édes atyánk, mi a te drága szent fiad, ami megváltó Úr Jézus Krisztusunk szent nevében jövünk orcád elé, és szívből köszönjük meg néked, hogy te olyan csodálatosan gondoltad el a házasságot, te olyan boldoggá, olyan áldottá akartad tenni az emberi életet általa. Köszönjük, Urunk, hogy azt akartad, hogy boldog szülők között nőjenek fel boldog gyermekek, családi életek legyenek áldottak egymás számára is. És mi köszönjük, Urunk, hogy ha bár megromlott a bűn által a világ, de te kegyelmedből mégis fenntartasz áldott szigeteket ezen a világon, embereket, akik életüket neked adják, segítesz embereknek ahhoz, hogy akaratod szerint tudjanak élni. És köszönjük, Urunk, hogy két kedves fiatal testvérünk is ezzel a vággyal indult el a házasság útján is, hogy a te áldásodat kérjék. Irgalmas Istenünk, hallottad az ő bizonyságtevésüket, az ő hűségfogadalmukat. Mi nagyon jól tudjuk, hogy az emberi fogadalomtétel olyan gyenge, olyan erőtelen. Hozzád fordulunk, mindenható Úristen, és arra kérünk, hogy áldjad meg őket a te magasságos egeidből. Küldj nékik áldást a hűségnek, a szeretetnek, a ragaszkodás lelkével, ajándékozd meg őket napról napra. Kérünk, áldjad meg a kedves férjet, Zsoltit, segítsd meg őt, jó atyánk, hogy gyengéd, jóságos, türelmes, tapintatos férj legyen, olyan férj, aki boldogítani tudja szerelmével feleségét, olyan férj, aki meg tudja teremteni a mindennapi kenyeret. Áldjad meg őt, égi atyánk, hogy a te szereteted által igazán nemes férfi legyen a szó nemes értelmében. Segítsd meg őt, hogy majd kegyelmedből szerető édesapa lehessen. Segítsd meg őt, hogy majd gyermekeit úgy nevelhesse, hogy a szent orcád előtt kedves legyen. Kérünk az ő szívében lévő vágyakat, te jegyezd fel, Úristen! Te magad mondtad, Urunk, hogy emlékkönyv íraték előtted azokról, akik félnek téged és becsülik a te nevedet. Kérünk, jegyezd fel az ő szíve vágyát, és segíts majd néki, hogy annak megvalósítása létrejöhessen. Áldjad meg a kedves feleséget, drága Tündikét, áldjad és szenteld meg az ő életét is, mindenható örök Istenünk. Te látod, hogy mennyi vágy van az ő lelkében is arra, hogy boldog, harmonikus, áldott életük legyen. Segítsd, hogy ami rajta múlik, mindent megtehessen, hogy az ő gyengéd női szeretetével boldogítani tudja férjét. Segíts, Urunk, hogy az otthont olyan szerető helyé tudja varázsolni, ahol férje a világon legjobban érzi magát, ó, segíts meg őt, Urunk, hogy élete áldott legyen. Irgalmas atyánk, mi kérünk téged arra is, hogy áld meg majd, mint édesanyát. Te megígérted, Urunk, hogy akik engedelmességben járnak a te utaidon, akik félnek téged, azokat megőrzöd a gyermekszülésben.
cselekedd meg majd ezt vele. Adjad, Urunk, hogy amikor gyermekekkel ajándékozod meg, az ő szíve még nagyobb örömmel, irántad való hálával teljen be, és adjad, hogy gyermekeit olyan igaz, gyengéd, bensőséges szeretettel tudja nevelni, hogy ők is majd a te országod polgáraivá legyenek. Jó atyánk, estve kérünk, áld meg a kedves szülőket, nagyszülőket, a rokonokat. Áldjad meg őket, hogy majd gyermekeiknek az életét látva boldogok lehessenek. Nyugalom, békesség szálljon az ő lelkükbe, láthassák, hogy gyermekeik áldott, boldog életet élnek. Áld meg a közösséget is, a gyülekezetet is, amelyben majd tevékenykednek, élnek. Adjad, Urunk, hogy oda friss örömöt, friss szeretetet tudjanak vinni hétről hétre. Adjad, hogy az elesettek, a megfáradtaknak az erősségei lehessenek. Adjad, Urunk, hogy az egyedül állók számára lehessen az életük igazán áldott. Adj, hogy otthonuk a megkísértett ifjúságnak a menedékhelye lehessen, de adjad, Urunk, hogy az életük az életbe belefáradt idős emberek számára is áldás sugározhasson. Köszönjük, hogy könyörgésünk szavát meghallgatod. Urunk, mi tudjuk, hogy mindaz, amit kértünk, megegyezik szent akaratoddal, és azért bízva, hittel fordulunk hozzá, és dicsérjük, magasztaljuk és áldjuk a te szent nevedet azért, hogy ígéreteidet valóra váltod, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus érdemei által. Amen. Életen át. Csodás pompával bonta sok-sok ágügyet, gyümölcsöt ígérve a nyárnak. Nászra készül az egész világ, attanó bimbókon méhecskét járnak. De ha a késői fagy, deres hajnal lopva reátör és elhalaszt élet, szépséges álom hal meg a dallal, megsiratva bimbót, virágot, vízet, és árván siratja a sok réveteg ág. Miért nem maradtak együtt az életen át? De ne így legyen a ti nászotok. Éltetek bimbózó álomtavaszán, kívánjuk, hogy legyetek boldogok, és virágzón gyümölcsözzön a nyár. De ha jönnek majd lopva dermesztő, rémítő lehelletek, fogjátok meg egymás kezét, Jézustok akkor is ott lesz veletek. Így kiálljátok az élet viharát, és együtt haladtok majd az életen át. Meg ne riasszanak bús éjszakák, ragyogja be azt a szeretet. Rideg, zord közönyt, makacs széthúzást magatok közé sose engedjetek. Megfontolt, bölcs, és nyílt szeretettel keressétek meg egymás kezét és szívét. Az okos enged. Szelíd lélekkel újjáépíti a békesség ívét, melyen tovább mehettek együtt az életen át.
Induljatok hát együtt az éreten át, és álljátok ki majd a sorsok viharát, járjátok kéz a kézben az út porát, sarát, igyátok ki mindig együtt az öröm poharát. Hordozzátok szívvel mások ügyét, baját, halljátok meg a szegények panaszát. Meg ne zavarjon sem ellenség, sem barát. És értsétek meg mindig Isten szent hívó szavát. Őrizzétek meg a szeretet himporát, a békés boldogság igazi zálogát, és sose felejtsétek e szent nap jelszavát, együtt az életen át. Együtt az életen át.